Kedves diákok, szeretettel köszöntelek benneteket. Mai témánk a romantikus regény, elsősorban az angol, de más nemzetek romantikája is szóba fog kerülni. Amikor azt a szót mondjuk, hogy romantika, mit értünk rajta a hétköznapi életben? Ugye általában valami rózsacsokros, gyertyafényes, valami nagyon szerelmes dologra szoktunk gondolni. Tulajdonképpen romantikán a hétköznapi életben a szerelmi érzésnek egy voltak éppen nagyon konvencionális kifejezési módját értjük. Az irodalomban azonban teljesen más értelemben használjuk a romantika szót. Az irodalmi romantika az egy stílus. A 18. század végén, a 19. század elején megjelenő stílus, ami minden művészeti ágra kiterjedt. Van romantikus zene, van romantikus képzőművészet, festészet, van romantikus irodalom. Csak azért nem nevezzük korstílusnak, mert időbeli eltolódást mutat az egyes nemzetek között, és nagyon erőteljes nemzeti jellege van, és ezért aztán időben meglehetősen egyszerre van, néhol a klasszicizmussal, néhol az őt követő, következő domináns stílussal, a realizmussal. Tehát romantika az egy stílus. Nem az a lényeg, hogy szerelemről beszéljen, hanem az, hogy milyen módon beszél, bármi is a témája. És ez a mód, ez nagy részben válasz és egyfajta reakció a klasszicizmusra. Ezt majd mindjárt fogjuk látni. Válasz ugyanakkor a 18. század végének, 19. század elejének nagyarányú társadalmi változásaira is. Az ipari forradalom létrehozta embertelen körülményekre. És itt válik először az irodalomnak egyfajta menekülés jellege dominánsá. A romantika nagyon sok szempontból a felvilágosodással való szakítással is szemléltethető. Az egyetlen, akihez a felvilágosodásból szívesen nyúlnak vissza, az Rousseau, aki sok szempontból ellenzéke volt annak a korszaknak. Mit láthatunk még? Tehát, hogy az ipari forradalom és a polgárosodás egy nagyon erős reakciót vált ki az irodalomban, ugyanakkor ez az, ami megteremti az irodalom széles rétegekben való elterjedésének az anyagi alapját is. Ez az a korszak, ahol először fogjuk azt látni, hogy valóban széles tömegek olvasnak irodalmi műveket. És ez az a korszak, ahol azt látjuk, hogy vezető műfajjá válik a regény. Legközelebb, amikor bemész egy könyvesboltba, nézd körül. Fogod látni, hogy a szép irodalom polcnak mekkora része regény, és mekkora része vers, dráma vagy egyéb, ugye? Ennyi regény, és valami kicsi kis egyebek. Ha a 18. század végén mentél volna be egy könyvesboltba, akkor pont az ellenkező kép fogad. Az emberek akkoriban elsősorban költői műveket kerestek. Verses köteteket, elbeszélő költeményeket olvastak. Regény is létezett, hogy ne létezett volna, hiszen olyan remek előzményei vannak az angol irodalomban, mint mondjuk a Robinson Crusoe vagy Swiftnek a Gulliver utazásai. De a regény összességében nem számított komoly műfajnak, és nem volt elismert dolog. A romantika teszi a regényt vezető műfajjá, mivel a romantikus stílusnak és a romantikus törekvéseknek a regény formája nagyon nagy mértékben megfelel. Mondottam, hogy a klasszicizmusra való válaszként és reakcióként értelmezhető a romantika, akkor nézzük meg ezt részletesen. A klasszicizmus nagyon nagy hangsúlyt fektetett a szabályok betartására. A szabályokat lefektették, megmagyarázták, ismertették, elvárták a költőtől és írótól, hogy azokat betartsa, és úgy hozzon létre műveket, amik teljesen egyértelműen beazonosíthatók, hogy melyik műfaj szabályait követik. A romantika ezzel szemben nagyon élvezte, hogy a műfajokat keveri, a szabályokat megtöri, és minél beazonosíthatatlanabb, meglepőbb műveket igyekszik az olvasók elé tárni. A klasszicizmusban fontos vezérel volt, hogy harmónia, összhang legyen a mű egyes részei között, az egésznek legyenek olyan szép arányai. A romantika ezzel szemben kedveli a szélsőséges megoldásokat, az ellentétek ütköztetését, a harmónia megbontását. A klasszicizmus szabályai valahol mindig az észszerűségre appelláltak. Azért csináljuk így, mert ez így észszerű, ez így világos, ez így belátható, racionális. A romantikában viszont
tágteret kap minden, ami irracionális, ami rejtélyes, ami titokzatos. Megint csak a meglepő és a más, a nem belátható. Nagyon sok romantikus műben ilyen elemeket fogunk találni, és ettől tudjuk őket egyértelműen a romantika stílusába sorolni. A klasszicizmus törekedett arra, hogy ezek a szabályok, ezek kerek egész lezárt művekhez vezessenek. A romantika úgy érzi, hogy a teljességet a töredékben maradt mű sokkal jobban kifejezi. Mert ez az, ahol az olvasónak kell kiegészíteni azt a töredéket. Többet mond a töredék, mint hogyha egész volna. A klasszicizmus számára az imitáció, egy meglévő mű stílusjegyeinek, megoldásainak, témáinak követése. Felismerhető módon, tehát hogy az olvasó lássa, hogy én azt követem, hogy lássa, hogy betagozódom a hagyományba, ez fontos volt. A romantika számára az eszmény az eredetiség. Még ha tényleg betagozódik is valamilyen hagyományba, próbáljuk azt úgy csinálni, hogy ne derüljön ki. Próbáljuk azt úgy előadni, mintha teljesen csak önmagából adná meg nekünk azt a szerző, mindenféle hagyományra való tekintet nélkül. A klasszicizmus számára a hagyomány legfontosabb része a görög-római örökség volt. Ez volt az a világ, amihez legszívesebben nyúltak vissza. A romantika, amennyiben bármihez is visszanyúl, akkor legszívesebben a középkorhoz. Vagy legszívesebben ilyen Európán kívüli, távol-keleti, egzotikus kultúrákhoz, amiket éppen akkor kezd a gyarmatosítás révén megismerni Európa. És nagyon szívesen nyúlnak vissza például Shakespearehez. Ő benne is a klasszicizmusnak a nagy ellenpontját látva. A klasszicizmus igyekezett egyetemes értékeket kifejezni a művekben, tanító célzattal készítette a műveit, és ezt várta el a költőktől. A romantika ezzel szemben törekszik arra, hogy nemzeti jelleg kifejezője legyen, illetve valami olyan különössé, ami nem minden emberre egyaránt érvényes, hanem valami különleges, valami helyi. És ahogy a klasszicizmus a szabályaival azt akarta megmutatni és elérni, hogy a művészet az bizony tanulható, és becsüljük meg ezt a tanultságot, ezt a műveltséget az írókban és költőben. A romantika ezzel szemben arra helyezi a hangsúlyt, hogy a tanulás nem elég, erre születni kell. Vagy költő vagy, vagy nem vagy az. Ha nem vagy az, sosem nem is leszel. Mert belülről kell születnie, inspiráltnak kell lennie a művészetnek. A romantika korszakának kezdetét egy dátumhoz szokás az irodalom történetben kötni. Ez történetesen egy verses kötet kiadási dátuma, 1798 Wordsworth és Coleridge közös kötetének, a lírai balladáknak a kiadási dátuma. Ők voltak a tavi költők, akik a költészetben a romantikus eszményeket először megvalósították. Ugyanakkor, mint mondtam, a korszak vezető műfajává a regény válik, és az előadásunk is elsősorban a regényről szól, úgyhogy költőkről most több szó ne essék. Lássuk, hogy a romantikus regény hogyan alakul ki. És rögtön látjuk, hogy ezt nem lehet dátumhoz kötni. Ahogy Szerbantal nagyon szépen, frappánsan megfogalmazta, az angol romantikus regény folyamatosan nő ki a preromantikus kezdetekből, azt mondja, a természet, a múlt és a nép 18. századi felfedezéséből. Tehát a természet, a múlt és a nép, a népi kultúra, a népi múlt lesz nagyon-nagyon fontos a romantikus regény jellegének a meghatározásában. A jellemző témákat ez fogja adni, és a stílust is nagy mértékben befolyásolja. A másik két, általában még a romantikához társuló téma a szabadság és az érzelmeknek a féktelensége. Ez egy kicsit későbbi felfedezés lesz, de nem várat túl sokat magára. A természet szerepe kulcsfontosságú. Azzal, hogy a felvilágosodás még a hitet is racionalizálni igyekezett, és csak azt fogadta el még a Bibliából is, ami ésszel felfogható, megmagyarázható, logikus, nagyon nagy űrt teremtett az emberekben. És ezt az űrt be kellett tölteni valahogyan. Az űr betöltésének egyik nagyon jellegzetes módja a romantikában a természet szeretet. Éppen olyan
belső erővel, olyan szenvedélyességgel szeretik a romantikus hősök a természetet, ahogy például mondjuk egy korábbi korszakban az mondjuk vallásos áhítat lett volna. Tehát a természet nagyon sokszor szerepel úgy a romantikus művekben, mint a természet felettinek a kapuja. Valamiféle átjárás, valami több, hogy az embert kiemeli saját magából. Ezért aztán egy romantikus regényhős számára, hogy úgy mondjam, erkölcsi kötelesség, hogy a természetet szeresse. Nem is nagyon találsz olyan pozitív regény alakot, akiről valahol el nem hangzik a regényben, hogy annyira szerette a parkot a holdfényben, vagy az esőt, vagy minél vadabb és minél kevésbé megközelíthető tájakat, vízesések, sziklák, vadon erdők bekerülnek a romantikus regényekbe. Egy teljesen más természetképet látunk itt, mint a korábbi korszakok irodalmában. A vadság az értékké válik. És azt is látjuk, hogy a természet, amikor egy műben megjelenik, nagyon sokszor tükrözi a főhősnek a lelki folyamatait. Tehát vihar akkor dúl, amikor a főhős is egy óriási konfliktust ér át a lelkében például. A múltról és a népről mindjárt, ugyanis nézzük meg, hogy hogyan lesz a regény vezető műfajjá. Említettem, hogy megfordul az a tendencia, hogy lenézett és ritkán használt műfaj, hanem tömeg műfajjá válik, és nagyon nagy presztízsre tesz szert. És ez a változás, ennek a trendnek a megfordítása nagyon jól köthető egy angol szerzőhöz, akit Sir Walter Scottnak hívtak. Nézzük meg a házát. Mi tűnik fel? Ugye, hatalmas nagy. És hogy néz ki, mintha mikor épült volna? Ugye, olyan, mintha egy középkori ház lenne, pedig a 19. században, a gőzmozdonyok korában építették. Úgyhogy mi látszik ebből a házból rögtön? Hogy Sir Walter Scott a romantikus regény első igazi sikerre vivője, részint már meg tudott élni az irodalomból, jól meg tudott élni. Ez is a romantikának az első jellemzője. Korábbi korszakokban ez nem volt így. Másrészt, amikor vagyonra tesz szert az irodalomból, mind igyekszik, hogy ebből egy olyan házat építsen, ami úgy néz ki, mintha már évszázadok óta ott állna. A múlt értékét fedezi föl ez a korszak és a történelmi érdeklődést. És Sir Walter Scott ezt kiszolgálja történelmi regényekkel, amelynek a ma ismert formáját tulajdonképp ő alkotja meg. Tehát az a megoldás, hogy jeláztok egy jelentős történelmi eseményt, de aztán nem a történelem hőseit teszem a regényem hőseivé, hanem keresek valakit, aki magánemberként valahogy belekeveredik a történetbe. Tehát a magánember történetét írom meg, az ő szerelmeit, az ő kalandjait, de a történelmi események biztosítják hozzá a nagyszabású hátteret. Na ez a Walter Scotti megoldás. Ő amikor választott, akkor vagy a középkort választotta, mint az Ivanhoe című művéhez, ahol a oroszlán szívű Richard király lovagjainak idejébe láthatunk bele, vagy pedig a skót nemzeti múlt, és ott még akár a közelmúlt is szóba jöhetett, mint például első és leghíresebb regényében, a Waverly-ben. És hogy mondom, itt egy trend megfordításáról van szó, azt mi sem jelzi jobban, mint hogy Walter Scott már elismert költő volt, amikor nekiállt regényeket írni, és az első regényét név nélkül adta ki. Mert a regény az nem egy elismert irodalmi műfaj. Na de majd most? Mind a Waverly, mind az Ivanhoe, mind Walter Scott egyéb regényei is óriási sikert arattak. Annak ellenére, hogy ha ma irodalmi történetet olvasunk, akkor nagyon sokszor előkerül az, hogy hát ő tulajdonképpen úgy írt, mint egy antikvárius, mint egy régiségkereskedő. Ezzel azt akarják jelezni, hogy a régi már divatja múlt szokásokat, az emberek környezetét, a ruházatát, a bútorait olyan aprólékos részletességgel írta le, ami egy mai olvasó számára azért meglehetősen fárasztó. De a korabeli olvasó számára pont ez volt az izgalmas. Itt válik a regény egy ilyen utaztató dologgá, hogy elvisz engem egy másik korba, ahol épp olyan részletesen megismerem a körülményeket, mintha ott élnék.
Az, hogy Walter Scott az Ivanhoe elején hosszú oldalakon keresztül taglalja azt, hogy az angol nyelvben a szász és a normann hatások hogyan keverednek, ez a korabeli olvasó szerette, értékelte. Úgy olvasta a regényt, mint egy információs műfajt. Csak mi vagyunk azok, akik inkább azt mondjuk, hogy jaj, inkább cselekmény, inkább lapozok. Noha a cselekmény is általában fordulatos volt, izgalmas volt, valami különleges történelmi konfliktus is volt benne. Összességében azt mondom, hogy ha túl tudjuk tenni magunkat a leírások részletezettségén, akkor Walter Scott regényei a mai napig nagyon élvezetes olvasmányok. No, ki volt még a korszakban jelentős regényíró? Jane Austen. És vele bajban vagyok, mert Jane Austennak tulajdonképpen nem itt lenne a helye. Neki igazából a romantikához semmi köze nincs. Igen, persze, ebben a korszakban alkotott, és igen, persze, az összes regénye szerelemről szól és jól végződik. Besorolhatnánk a romantikus regények közé, ahogy sokan meg is teszik. A Büszkeség és balit életet, az Emmát, az Értelem és érzelmet, meg még azt a másik hármat, mert összességében csak 6 regényt írt. De ha megnézzük a regényeknek a szövegét, akkor azt látjuk, hogy semmiféle romantikus jellemzőt nem mutatnak. A stílusában, a cselekmény vezetésében, a motivumaiban nincsen semmi romantikus. Hogy hogy nézett ki, azt csak annyiból tudjuk, hogy ez a gyerekrajz maradt róla. Szerbantal fogalmazza meg legszebben azt, hogy ő egyedül áll a romantikus ködök és tornyok világában, mint a lélektani regény első angol képviselője. Tehát igazából őt már a realizmushoz illene sorolnunk, egyszerűen csak kicsit előbb született. És a másik ok, ami miatt még tartja magát az a nézet, hogy ő romantikus szerző, hogy a filmváltozatok készítői egyszerűen nem bírják ki, hogy ne tegyenek valami plusz a romantikára jellemző elemet a filmekbe. Ezt a jelenetet gondolom sokan ismerik. Amikor Marianne suttogja a szerelme nevét a viharban, és aztán elájul, és aztán az ezredes úgy veszi föl a karjában, és halálos beteg lesz. Mi van itt eredetileg a regényben? Aki olvasta, tudja. Vizely zokni. Tehát pusztán arról van szó, hogy Marianne sétált, a fű vizes volt, ő meg méltóságán aluninak tartotta, hogy cipőt váltson. És aztán megbetegedett valóban. A történet többi része innentől már megy a maga útján. De ugye érezhető, hogy ez egy egész más lelkületű és egész más nézőpontú írás. Ezért aztán a Bronte nővérek azt mondták, hogy amit Jane Austen csinál, az nem is regény. Annyira visszafogott, hétköznapi, normális emberek szerepelnek benne, hogy hát arról tényleg nem is igazán érdemes regényt írni, mondták ők. Ők viszont olyan regényeket hoztak létre, amik a romantikus stílus eszköztárnak az összes elemét hozzák már nekünk, és valóban a szenvedélyek viharával nézünk szembe egy ilyen regényben. Emily Bronte Üvöltő szelek című regénye. Féktelen szenvedélyeknek a több generáción keresztüli pusztító hatását mutatja be. Egy nagyon érdekes elbeszélői megoldással. Több nézőpontból mondja el, tehát több szereplő beszéli el a cselekményt, az eseményeket, senkinek nem terjed ki a nézőpontja mindenre, de az olvasó számára ez a több nézőpont mégiscsak kiadja a teljes történetet. Nagyon izgalmas regénytechnikailag is. Az én személyes kedvencem azonban Charlotte Bronte-nak a Jane Eyre című regénye, ami regényírási szempontból sokkal konvencionálisabb. Ugyanakkor megvan az a nagy előnye, hogy a hősnője végre egy nem csak egy szép baba, hanem egy olyan nő, aki képes a maga kezébe venni a sorsát, hogyha arról van szó. Képes megállni a maga lábán. Végre egy regényhősnő, aki nem a szépségével boldogul. Persze, rengetegen elmondják, hogy a belső érték a fontos. Na, de mutass nekem egy regényt, ahol ez meg is jelenik. Na, itt. Úgyhogy, ha választani kell a mai óra anyagából egy szemregényt, amit elolvasol, akkor én azt tanácsolom, hogy a Jane Eyre legyen az. Nem fogod hiányolni a romantikus cselekményfordulatokat, a szélsőséges helyzeteket, a különleges körülményeket, a titkokat és rejtélyeket, de ugyanakkor látsz egy olyan hősnőt, aki nagyon határozott erkölcsi elveket vall, és ezeket az életében meg is valósítja.
Romantikus szerző Charles Dickens. Nagyon-nagyon termékeny, nagyon népszerű már a maga korában is. Ő vezeti be azt a megoldást, hogy a regényeit folyóiratokban, folytatásokban közli, és mindig a legizgalmasabb pontnál hagyja félbe, hogy a következő folyóiratrészt is megvegyék az olvasók. Ebből adódóan aztán regényei bővelkednek az izgalmas, ilyen tényleg így az élénél abba hagyott jelenetekben. A Twist Olivier, a Szép remények, a Karácsonyi ének, vagy a Pickwick klub. Ezen kívül még rengeteg olyan szereplőt is adtak az irodalomnak, akik nagyon emlékezetessé váltak, mert különcök voltak. Tehát Dickens világa egyrészt az ipari forradalom által nyomorba taszított embereknek a sötét világa, másrészt ugyanakkor a nagyon kedves, bohókás és néha talán kicsit félelmetes különcöknek a világa is. Mi a helyzet a többi nemzettel? Ugye az angol regényírásról beszéltünk eddig, vannak még sok-sok szerző, de hát ugye nem fér minden bele az időbe. A többi nemzet is követi ezt az angol regény hagyományt. Több helyen megjelennek a romantikus regénynek nagyon jelentős alkotói. A német romantikának a sajátossága, hogy a népmesékre, a népmondákra, a népi kultúrára még sokkal nagyobb hangsúlyt fektet. A Grimm testvérek, amikor meséket gyűjtenek, akkor nem árt észben tartanunk, hogy ebben az időben a mese az nem gyermekműfaj, hanem nagyon sokszor bizony szörnyű, rettenetes, horrorisztikus, felnőtteknek szóló titokzatos műfaj a mese, és a Grimm testvérek ebben nagyon jók. A német romantikának a legjelentősebb képviselője Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, akinek az Aranyvirág cserép című regényében azt látjuk, hogy a természet feletti, annak a különféle varázsos, misztikus vonulata tulajdonképpen a hősök hétköznapi életének minden percét átszövi. Nagyon-nagyon durván belenyúl a természet feletti a természetesbe ebben a világban. A francia romantika ennél lényegesen visszafogottabb, ne feledjük, hogy Franciaországban van a felvilágosodásnak legerőteljesebb hagyománya. Ugyanakkor, és emiatt aztán a romantika is egy kicsit megkésve jelenik meg, és tulajdonképpen Victor Hugo nevével az egész össze is foglalható. Viszont azt nagyon jól tettük, hogy őre is említést, hogy őróla is említést teszünk, mert mind a Párizsi Notre Dame, mind a Nyomorultak című regénye nagyon hasznos, érdekes olvasmány, és legjobb formájában mutatja fel a romantikus regényírást. Magyarországon Kemény Zsigmondra, Jókaira kell figyelnünk akkor, amikor romantikus regényről van szó. Jegyezzük meg tehát, hogy a romantika nem csak a szerelemről tud, érdekesen, különlegesen, szélsőséges helyzeteket felmutatva beszélni. Számos témáról kaphatunk olyan regényt, olyan élményt a romantikus művekből, amikor más korokba, más kultúrákba visznek el bennünket. Választhatok romantikus regényeket, élvezzétek őket, viszontlátásra!